Szeretettel köszöntök mindenkit, itt mai beszélgetőtársam Gellért Miklós, reklámfotós, szervusz, és köszönöm, hogy elfogadta a meghívásomat. Szervusz, mivel régen ismerjük egymást. Igen. Mit csinál itt egy reklámfotós a kertek mesék szerelmek rovatban? Nagyon régen elhagyta ezt a szakmát, ugye? Hát talán már több mint 20 éve. Viszont tudom hasznosítani. Egyrészt tudom, hogy hogy kell az emberekkel kommunikálni, hogy kell kiadványokat készíteni, hogy lehet formányos módszerek? Ők, kell, ők, ők őket behálózni, tehát azért ezt tudom használni ebben a, ebben a tevékenységben. Ami nagyon jól jön, mert te a hazai komposztálás egyik nagy úttörője, apostola, vagyok. nagy öregje, vagy, ami Igen. nagyon jó, és nagyon sok ö, gelért Miklós kellene még ebbe az országba, ezt azért megállapíthatjuk szerintem. A szeretem a dicsérgetnek, kicsit hiú is vagyok. De egyébként a nagyon sok kertészeti probléma közül, én azt gondolom, hogy talán a komposztálás, ami leginkább átment. Tudok egy-két dolgot mondani, mit mondjuk, hogy a, a, városi fák körül, amikor fiatalon el vannak ültetve, akkor legyen védőháló. Ezt tudom, hogy 15 évvel ezelőtt ez állam volt, most már mindenhol így ültették. De hogy hmm. például a komposztálásról Legalább, tehát mint szó, meg a, meg a hozzá kapcsolódó alapszavakat, a legtöbben már ismerik, most ez egy dolog, hogy sokan belebuktak, meg nem jól csinálják, de legalább, de legalább létező fogalomtárunk van uh -huh. most már a komposztáláshoz, és ez a te érdemed is, nem, nagyon nem, sok érdemelnek nyilván. De én mondjuk az első között voltam talán, akik uh, Budapesten komposztálási programot szerveztem, na itt a kommunikációnak nagy szerepe volt kezdjük innen, hogy ez hogy indult ez az egész komposztálás. A következő egy órában komposztálásról fogunk beszélni, de most nem arról, hogy akkor mit tegyünk egymásra, meg hova legyen mm. tojáshely, meg a diófa levél, stb., hanem mondjuk az elmúlt 30 évben honnan jutottunk el hová. És ennek kapcsán a kertben meg létrejövő és onnan valamiért kikerülő, meg akárhova kerülő szerves anyagról. Itt majd ugye beszélhetünk arról, hogy mennyi pénzé viszük a szerves anyagot a kertünkbe, meg hozzuk vissza, szóval hogy a szerves anyag egyenlegünkkel, azzal, hogyan lehetne kicsikét ö, ö, jobb gazdaként bánni. Úgyhogy ö, egy picit most minden rádió hallgatott komposzt, jó komposztgazdává fogunk képezni a következő egy órában, és akkor ö, ennek mentén fogunk a bolgárkertészetről is beszélgetni, mert mm. ők, ők valamit tudtak, és mm. mindig szeretünk így visszautalni így a régi szép időkre, mm. amikor olyan emberek éltek, akik, 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 Sokkal ö, jobban tudták hasznosítani a napokban azt, amit aztán nekünk itt ilyen drága kiadványokon kell elhitetni az emberekkel, De. hogy ez így van. Ők még nem, nem modernizálódtak ennek minden mellékhatásával együtt. Hogy kezdődött ez az egész komposztálástörténet? Hát ez egy érdekes dolog, ezt sokan megkérdezik, és igazából nem tudom. Azt tudom, hogy az apám kémia-biológia szakos tanár volt, és egészen kicsikoromtól. Kirándultam vele, gyíkokat, békákat fogtam, mindenféle egyéb ilyen extrém dolgokban vettem részt. Tehát valahol genetikailag valószínű, hogy meg vagyok fertőzve a természettel. Aztán ugye elkanyarodott az életem, és amikor a, talán kicsit megcsömörlöttem ettől a reklám szakmától, hát vannak azért egy, egy nem, pár így, ugye ez nem egy, nem egy, nem egy új, újszerű történet, és hát a 90-es 90 évek végén, akkor valami bekattan nálam, akkor volt valami más környezetvédelmi probléma is ott, Árpát földön, ahol én élek. Mindegy, lényeg az, hogy, hogy valami bekattan nálam, hogy a csodában mit művelünk mi ezzel a természettel. És akkor akkor, akkor valahogy nekem ez úgy jött, ez a komposztálás. Ez egy annyira, és valahogy megéreztem, hogy ez egy alapvető folyamat, ami az egész természetet jól modellezi. És az első pro programom épp arról szólt, hogy az embereket vissza kéne szoktatnia a, kertjeikben arra, hogy a szerves anyagot az böcsüljék meg tisztességgel, és abból engedjék, hogy a természet állítson elő húsz. Márpedig ez egy nagyon alapvető folyamat. Elég sok előadást tartok, még vidéken is, ami szégyen szemre eléggé furcsán hangzik, hogy én az ötödik emeleten a Józsefvárosban született egyén a parasztoknak magyarázom, hogy mi az, hogy szerves anyag. Ilyen élményem nekem is volt, amikor nem tudom, azt hiszem, hogy zöldségtermesztésről, vagy nem tudom miről, emeltárgyásokról hívtak vidékre ö, előadást tartani, és mondtam, hogy biztos nem én vagyok az, akinek vidék, Budapestről vidékre el kell menni, és hát ugye az iparosítás az, az megtette a hatását, tehát sok-sok generáció, aki már nem találkozik a, a, a földdel, és, és, nem ismeri a növényeket, és sokszor jobban félnek a növényektől, mint itt a pestiek, akik mondjuk a kertvárosban esettek, kertészkednek, meg hát azért vidék tényleg lehet látni a több száz négyzetméteres vagy több ezer négyzetméteres üresen álló telkeket, ahol, mm. ahol legalább a családnak valót ö, megtermelhetnék, ne? és mm -hmm. sokszor nem. Persze rengeteg pozitív példát ismerünk, de az ember úgy gondolná, hogy a kárpát az egy ilyen virágzó kert, és hogy ez a zöldség gyümölcsöt, mindent a kis kertből megtermelünk, és ugye ez jó tudjuk, nem így Bár néha van olyan érzésem, hogy lehet, hogy néha jobb lenne, hogyha nem, nem nyúlnának a földhöz, mert amit ma művelnek a nagyüzemi gazdálkodásban, ugye az alapvetően, hogy műtrágyáznak. Azért már jobb a helyzet, mint a 60 években, amikor igen, hát talán igen, mert Még hogy most nem most már számított semmi valami, mikor... valami, lehet, hogy a, a műtrágya megdrágult, ami hát, az a Szovjetuniótól azért... Ósó be, akkor, akkor mértéktelen mennyiségben szórták. De, el de azért mitrágyát. azokkal azok mondjuk százmilliós kombájnok, mely mit tudom, micsodák, amikkel dolgoznak, egyrészt hmm. nagyon drága mutrágya valóban, tehát ilyen gyógyszerárban van a lényegében, másrészt pedig tényleg tehát, olyan műholdas képek alapján dolgoznak, és tehát ez, ez egy iparág lett tulajdonképpen. Mind minden de, sajnos. De ez a baj. Től Még nyilván mutrágyáznak, meg ők, azt hiszem pont egy gyümölcstermesztő kollégával beszéltem, hogy hányszor permeteznek egy gyümölcsösben egy nem jó hallani a számokat. No, hát akkor térjünk vissza a gyökerekhez, nem az én gyökereimhez, hanem a komposztálás gyökereihez. A egyik legfontosabb természeti erőforrásunk az a termőtalaj. Erről általában elég sok szó szok, ö, szokott esni. Ugye azt, azt mindenki belátja, hogy víz, meg levegő nélkül nincs élet, de az, hogy jó minőségű termőtalaj nélkül szintén nincsen élet. Most ma az élelmiszerek minősége azt mondhatjuk, hogy katasztrofális. Elég sokat foglalkoztam ezzel mert mivel hogy a szerves trágyázás nagyon erősen visszaszorult, drámaian, ezért a műtrágyával kezelt talajokban egy csomó tápanyag hiányzik. Méghozzá nagyságrendel több tápanyag, mint, mint amennyi a, a van. Tavaly voltam az Omékon, ott meghívtak minket az Országos Mezőgazdasági és Élelmiszeri Kiállítás és Vásár, aki nem tudná. Ott, ott ilyen gyerekeknek voltak programjaink, nagyon, programai, nagyon élvezték, Láttam egy egy kiállítónál, hogy műtrágya gyártó, és hogy valami új, egészen újszerű műtrágya van. Na mondom, hát oda megyek, ez az ember az én emberem. Megkérdeztem tőle, hogy ugyan árulja már el nekem, hogy mennyivel jobban műtrágya a szerves trágyánál. Nyilván ez egy provokatív kérdés volt. Hát öt perc beszélgetés után a következőt mondta az úr. Nézze, uram, az a helyzet, hogy ha Magyarország talaját rendbe akarnánk tenni, akkor az egész országot fél méter vastag szerves rágyával kellene beteríteni. Na, ide akartam kilukadni, de hát ő mondta ki, tehát ő ért hozzá hogyha visszamegyünk azért, hogy most uh, a tyúk volt-e vagy a tojás előbb, akkor azért ugyanoda kell kiukadni, hogy azt mondjuk, hogy szeretnénk, vagy de jó lenne, hogy valaki előállítana értékes tápdús élelmiszer, stb. Csak ugye az a kérdés, ez kifizeti meg, és ki az, aki inkább az olcsóbbat. Ugye ez örök példám, hogy az szerintem ehetetlen, íztelen, pici, apró spanyol epret veszik-e meg 500 forintért, vagy a nagy magyar 1500 fontos epret, csak azt vagy szamócát, ugye azt le kell itt -e, születelni, ugye nincsenek emberek, már leszületelik, megbecsüljük-e a szakmunkát, megbecsüljük-e a magyar napsütést, nem mm -hmm. tudom micsodát. Most itt a, itt, a, itt, a, itt igazából a piac dönt. Ha belecsaptál a közepébe, a, a probléma közepébe. Tehát, hogy oda megy a magyar ö, fogyasztó, aki a Facebookon megosztja azt, hogy magyar tej, meg magyar nem tudom mi, meg nem tudom, az ott teljesen jó. A módszerekkel van De a probléma, nem a tájjal van a probléma. a módszerekkel? és vagy a pénztárcája nyilván, a pénztárcája is aztán az 1500 forintos kiskertben termelt ö, ö, ep epret veszi meg, vagy pedig a, az import epret, ott akkor nagyon sok minden eldől. De behoznék neked egy új szempontot. Ha azt, azt számítanánk ki, hogy az egységri, egységnyi, zöldséggyümölcsben lévő tápanyag az árát mondanánk meg, akkor kiderülne, lehet, hogy kiderülne, hogy a, a biotermék olcsóbb. Na most persze tudjuk, hogy mindennek az egyetlen egy ismérve az, hogy olcsó vagy drága. Ennél, ennél többet nem kell tudni a termékről. Ez a probléma, mert hogyha aki, én mondjuk 20 éve biot eszem, ezt tudom, tehát eleve aki biot eszik, Na, a az szeséd, tudja. azt jelent, hogy tudjuk. Hogy? A kertedből, amit ők kitermel... Hát akkor még nem tudtam megtermelni. Most azért már van Na, rá. Na miket Hát most, most Kína van egy tanya, ami a csömör határában van, ahol nekem van egy területem. Hát most az az igazság, hogy én most ilyen tudathasadásos állapotban vagyok, mert én egy, egyben ilyen, ilyen néptribún vagyok, egy ilyen megszállott, ismeretterjesztő valaki, és ugye most néha nem tudom, hogy most kapáljak, vagy pedig mondjam az embereknek a, az igazságot. És ugye, igen, a szóval szék ez a vagy az ekét fogja. Igen, igen, ez egy el, elég nagy szíme. probléma nekem mai napig. Hát az apám tanár volt, tehát valamit volt, volt mit hozni magam, úgyhogy ez, ez még gond, de... de... most nem számon kérően kérdeztem, csak ne, hogy, hogy vannak-e olyan, most kudarc mindenkinek van, de vannak olyan sikerélmények, amit tudja, hogy meg tudsz otthon termeszteni. Most aki mondjuk szereti a limonádét, meg a bodzát, nem tudom, most a bodzát például mindenkinek szóltam, mint kezdő növény, most túl azon, hogy ilyenkor csorog a tetűtől, de igazából szempontból már mint mármint házi körülmények hmm. között, még, még senki nem bukott bele, mert a bozat egyszer Egyébként náluk ott annyi, annyi megvan, a határba, hogy van, nem csak kell a, bele Nincs a kertjében, és bármilyen sarokban pont a komposzt mellé tökéletesen elfér, hmm. bele a gyerek nálam, kis Nálam magtornak. vadul a kertben, nálam egy elég vad kert van, úgyhogy az egyik szomszédom nálam nagyon fölháborodott már nem és azt mondta nekem, hogy neked egy erdőbe kellene élned. Na mondom, most valaki rátapintott a lényegre. Tehát nyilván a mai kertek azok nem úgy néznek ki, mint, mint mondjuk 30-40 éve, az egy probléma hogy jelenleg ugye fű van, tuják vannak, már a lombhullató ah, fa legtöbb is a már tuja, szerencsére, úgy, Hát igen, ugye, a természet azért dolgozik igen. rendesen, de hát az, hogy például a fának a lombját, azt ugye hulladéknak tekintjük, vagy szemét, az, az szemetel a fa de meg. Képzeld, de hogy engem jó Istenem. Is egy, 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 egy strand igazgatóval beszéltem, hogy tudnak-e valamit csinálni, hogy a fűszfák hullanak, és annyira szégyeltem magam, mert azt mondtam neki a telefonból, hogy igen, a fűszfa nagyon gyorsan nő, ugye ezért ültetik standra, stb. Vágja vissza alul, de ugye egy természetes dolog. Mert kérdez, hogy tápanyag problémája van -e a fűszfának? Hát mondom, nem hiszem, hogy fűszfának tápanyag problémája lenne, már felvételi, de hogy mondom, az én fűszfám, nekem is van egy fűszfám, és mondom, nagyon szép, és nagyon jó, és gyorsan megnőtt, és árnyékot de mondom, az is nagyon sokat szemete, és utána mondok, aztán, hogy te jó, Jézus, én azt mondtam neki, hogy szemete, igen, gondolatot én is, hogy éreztem magamat, de valami tényleg egyébként ezt, ezt a szólt, hogy ha ezt ki kéne vezetni, sajnos. Na, eláll neked én, én... Na mondj egy szót egy, erre. egy, pár, egy ide, ideje bevezettem, ez nem az én saját találmányom, ö, a különböző komposztálható anyagokra, hogy zöld javak. Na most ezt nem én találtam ki, ezt Svájcba hallottam először, kim voltunk egy programon, ilyen komposztási programon, és ott hallottam először, hogy Grüngút, aki németes, az ögtön érti. És jöttem, nem is tudtam, hogy mit jelent mondom, ez csak azt jelentheti, amire én most gondolok. Tehát nem zöld hulladék, meg biohulladék, édes Istenem, hát az, hogy petpalac, az egy hulladék, de az, hogy lehet a falevelet hulladéknak nevezni, az egy totálisan félrevezető dolog. De. És akkor ugyanúgy bánunk vele, mint a többivel. Aranyeső hullik a fűszfalat, ezt fogjuk mondani ezentől. Na, a sárguló levelek, amit zöldjavak. Zöldjavak, Ez mondjuk el. Jó, hogy hát ha be. Már egyébként sokat, sokaktól visszahallom, hála Istennek. Jó. Tehát az egész szemléletünk nagyon félrement. Nyilván a város életforma az sokat ártott ennek, de most már az a baj, hogy vidéken is eléggé el, el, elváltozott a világ. Na a lényeg az, hogy például a legfontosabb a biogazdálkodásnál is a szerves anyag a szerves tápanyag. Na most ugye azt mondják, hogy körülbelül ugye műtrágyában van, van alapvető három anyag, a foszfornát, nitrogén, kálium, meg most már még egy pár dolgot bele szoktak még kevergetni, Na, ehhez képest a szerves anyagban 40 féle van legalább, tehát nagyságrendel több. Na most ezek a fennmaradó mennyiség ez, ami hiányzik Csaba, ma az élelmiszerénk. Ne, nem, rég. pici dobozban van, és ilyen tekerővel ki lehet szórni, hanem, hanem villázni kell, és nem tudom micsoda. Tehát itt megint, Jó, megint, hát, megint, az van, hogy ugye a, a kényelmi szempont. Ha hát meg nincs állattart, visszaszorult az állattartás, jelentősen. Ráadásul régen az a tanya, ahol vagyok, ott ez egy klasszikus tanya, ami azt jelenti, hogy vannak állatok, megtermelik a gabonát az állatoknak, illetve a takarmányt, Zöldséggyümölcs, és a rendszer egy egységes egész alkot, mert azt erves tárgyát ki tudjuk rögtön hordani a, a területre. Van alom, amivel például a talajt tudunk takarni, ez egy viszonylag új módszer, hogy a, főleg most, hogy ilyen nagy szárazságok vannak, a talajtakarás az erősen kezd terjedni a biogazdálkodásban. Persze nyilván ez ilyen nagy száz nagy hektárokon nem működik, nem, nem lehet megoldani, de a kiskerti szinten nagyon jól működik. Tehát a, például az alom, ami az, amit a lovak alól kiszednek, vagy bármelyik állat alól, ami még ugye még abba kell, van egy kis rágya is, de azért nagy rész szalma van, azt nagyon jó ki lehet. Ö, tenni a, a, a lágyásainkra, ezáltal a kiszáradást meg tudjuk akadályozni, miközben lassan az ezek is bomlanak. tehát is előbb-utóbb szerves anyag lesz belőle. Mindig azt mondjuk, hogy az erdőbe, ha kimegyünk, ott is ugyanígy működik, tehát ami lehullik fa a senki nem gyűjti össze, meg főleg nem is gyújtja ja. meg, úgy ilyen nagy halomba rakva, hanem ami ott levél, az, az egy talajtakoró anyag. Igen, de gondolod a levél, hát né néha én bepróbálkozok ilyenekkel, amikor azt mondják, hogy hú, rengeteg a tyúkur az alma a falat, és akkor mondom nekik, hogy a tyúkurt, azt ott kell hagyni, mondom, akár meg lehet nyírni egyébként, de a tyúkúr az sokkal kevesebb. Nem illetve a tyúkok ez... szeretik. Valami lehet abban valami Va nagyon valami jó velvene, dolog, mert hogy, ezek a tyúkok. De hogy az a lényege, hogy egy tyúkúr az többet segít, mert hogyha kiszedjük, a picikek kis gyökere van, mert, mert hogy nem szárad a talaj, nem szárítja ki a nap, tehát többet ad a fának azáltal, hogy alatta a terület az nedves marad, mint amely mennyi vizet az a picike tyúkur elvesz a fától. Így van. De ez visszakerül csak, a, 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 talajban, talajba, mert hogyha mondjuk. Utána bekapáljuk, persze, nem csak, a, hogy. a, nem, a füvet csak kell át... kellene elvinnünk. Igen, mindig. csak hogy át kell állítani az agyunkat, mert most valaki azt mondja, hogy nekem tyúkurusott a, ugye, mert azt szeretünk, mint a nem tudom, az ilyen, az ilyen mesekönyvekben, hogy szép tányér van a fának, és akkor ki szeretjük mi takarítani. Ezt mindig elmondom, hogy a Igen. takarítás, takarítás vagyunk. a, a nappali szobában baromi jól működik. Csak ott egy másféle rend van. A kertben a természetrendje van. Ott, ott, ott ne takarítsunk lehetőleg semennyit ne takarítsunk, mert az visszakerül a minden, ami szerves, kvázi hulladéknak gondoljuk, az mind visszakerül a körforgásba. Na de hogy néz ki egy átlag mondjuk budapesti kert? Úgy néz ki, hogy hulladékgyűjtő, ez zöld hulladégyűjtő vannak, ami ugye egy nagyon nagy Eredménynek van ki kiáltva. Erről igen. majd akkor majd mindjárt kicsit mesél, mindjárt mert látom, sírva hogy nagyos igen. de lényeg az, hogy akkor ez körjárat van, kedden csütöntünk a zuglóba, és jön a, hul, a zöld hulladékgyűjtő, stb. És akkor lényeg az, hogy a, van egy kertünk, 3-400-500 négyzetméter, szisztematikusan összegyűjtjük minden zöld hulladékot, akkor így mondom, mert egy berakjuk elégyek. a zsákba, kitesszük, jön a, a gázolajmotoros kukás autóizé, ami mondjuk jó, hogy mondjuk ezt elviszi nagy komposztelepre, ahol bedarálják, és stb. Tehát ez, ez még ezen azért, azért, még vitatkoznék, de mindegy, jó ezt, ezt, is mondaná. Igen, és utána pedig azt mondjuk, meg akkor írunk a Facebookon a kertészeteknek, hogy, hogy, hogy honnan tudnám a tápanyagot ugye pótolni, miután szisztematikus munkával eltávolítottam mondani, és akkor vesznek A. szerves trágyát, B. műtrágyát. Tehát, hogy Igen. tulajdonképpen kivisszük Vagy komposztot, azt, a saját, saját, a saját komposztjukat visszavásárolják, es, jó esetben, amit ugye már valahol elkomposztáltak. Tehát ez rendkívül logikus és, és, észszerű dolog. Na egyébként következő a helyzet. Az egész, ez az egész úgynevezett, úgynevezett, úgynevezett az arról szól, hogy nem a fa levelet égetjük, hanem az üzemanyagot. Mert ugye ennek az volt az egyik legfőbb indoka, hogy ne égessenek az emberek. Csak ugye ez megint ilyen politikus logika volt, tehát bocsánat, ezt kell mondanom. Tehát a, az a megoldás például, hogy 16. keletben azt találták, ki, hogy az minden létező levelet össze kell gyűjteni. Tehát azt jelenti, hogy mit tudom, ilyen száz meg száz tonnákat gyűjtenek össze összel. és az emberek, mivel kapnak egy zöld műanyag zsákot borítékban, és hát megkérik őket, hogy ebbe gyűjtsék, sokan azt gondolják, hogy úgy látszik, ez valami kötelező dolog. Hát tudjuk, hogy a választások a, után tudjuk, hogy az embereket hogy lehet irányítani, tehát ilyen csatiságokkal is, úgyhogy igazából, mivel erről egyébként semmi más nem jelenik meg a sajtóban, ezért az emberek azt gondolják, hogy hát ez a, az a jó, hogyha mi ezt összegyűjtjük és aztán, ahogy, amiről te beszélsz, hát előbb-utóbb tápanyag hiány van, és akkor jó esetben még vesznek majd pénzért valami tápanyagot, természetes tápanyagot. Egyiket fővárosi szinten ez mondjuk egész jól működik, mert mondjuk a főkert az mondjuk rendszeresen lehet látni, hogy a főkertes kollégák azok mondjuk ezt a kész komposztot, ezt végig szórják, úgy csinálják, hogy a lapát végén ott van a, a Igen. komposzt, és akkor tudjuk, Na jó, ezt nem figyeltem. Billeg a végén, ezt tavasszal lehet látni, és rászórják a fűre. Tehát tulajdonképpen a fővárosi szinten ez egész jól működik. De előbb elviszik valahová. Elviszik a keresztúri úti telepre jártam azt, azt hát, elefalt. ez egy ilyen jó sok energiával, de miközben az, amit oda kivinnek egy részét, ott helyben is el lehet, meg lehetne oldani. Például nekem az, az agyrém, hogy a, hogy a városligetből, illetve a népligetből visz, elviszik a falam falombot. Nem értem. Hát, Komposztálni. Gondolom, kiviszik oda. Na, de hát régen azt a kutyának nem jutott eszébe, mi Gyerekkoromban, ilyen nem létezett. Na jó, hogy... oké, okay, csak honnan indulunk? onnan indulunk, hogy. Renn hogy le ő, lenni. Hogy a, a lakos betelefonál na az önkormányzatnak, hogy miért a rendetlen ez a park. Itt vannak a levelek, kérem na szépen. Itt hát a, maguk itt még, a, még el se csinálják. Itt jön a kommunikáció. Sokat kéne erről érni. Én Néha írogattam erről, de most... Szolgálják ki a városvezetők. Hogy hát, jól ezegélyvezető, hogy rohanunk és szedjük a Erről kellene többet, nagyon sok cikket írtam ami már életemben is igazából ezt nagyon egyszerűen el lehet magyarázni, ez nem egy olyan bonyolult dolog, és az emberek, nem annyira az emberek nem korlátoltak. Tehát, ha megértik azt, mert rengeteg komposztási programunk volt az elmúlt években, zuglóba is mi kezdtük el, aztán mit tudom én, a 16 van van Kispesten, több helyen is van, Szentendére minden évben hívnak előadni. Tehát igazából sok helyen van ilyen, de a kommunikáció az nagyon fontos. Meg kell érteni az emberek, hogy nekik ez jó. A más kérdés, hogy esetleg még érdekelt is lehetne tenni, hogy azt mondani, hogy nagyon szigorúan mennyiség arányos a szemédi és ha beteszik a kukába, akkor, az, akkor azért majd fizetni kell nekik. Egyébként uniós előírások vannak erre, csak úgy ezzel sem nagyon szoktunk foglalkozni, mint sok mindennel. Na most a kertben kétféle komposzt képződik, az egyik a mondjuk a fű meg a lomb, ami bezsákolható, vagy elkomposztálható, mert az azért tényleg úgy elrohadt hónapokon belül. A másik, a problematikusabb, Amire nekem volt egy nagyon jó ötletem, és aztán kiderült, hogy ezt már régen megcsinálták a 12. kerületben, mm. ahol is azt csinálták, van egy külön zöld iroda, aki ezzel foglalkozik, hogy csináltak ilyen daráló járatokat, vagy valami mm. ilyesmit. Én, én, én is olyan régóta be akarom vezetni. Másodikban is volt ilyen, most nem tudom, van azt, azt hiszem, azt mi javasoltuk annak idején. Na mindegy, szóval, hogy körbe Az a lényeg, hogy vannak napok, és akkor, és akkor ki lehet állni a fágaimmal, meg a nem tudom, mit kezdeni, és akkor ott ledarál nekem, és akkor ott marad egy ilyen halom fadarálék, ami szuper egyébként mulcsolni, betakarni. De ezt meg kell nekik magyarázni, ezt hogy ezt... ne, magyarázni. nem azért csináljuk, hogy elvigyük utána, hanem az, hogy ott maradjon neki, hogy milyen hasznos dolog lesz az nekik. Csak ezt tudniuk kell, mert az emberek ma már elő nem tudnak. Veszik a, a fenyőháncsot, amit Németországba ide szárítanak, jó drága pénzért. Először elégetik de ezt nem, a nem Németországból, f... szerintem, az lenyerik, szerintem, és Németországban dolgozzák föl. Na, az, Tehát egy, az ez... egy külön, külön történet nyilván, de hogy akkor ennek a, ennek a, funkciát kiválóan betölti az, amit összedarál. Hú, a fenyőkéreg szerintem súlyosabb trend, mint a túlja volt annak idején. Már a fenyőkéreg, a a, mulcskét való használata, az egy súlyosabb trend. majd is hallottam, hogy ezt majd színezik is, valaki mondta. a fenyőkéreg az ugye drága meg behatárolt mennyiség van belőle, és akkor inkább csinálnak fadarálékot, és az beszínezik. Hát, De mivel színezik ezt a Hát festékeny. Édes jó is. Az a baj, hogy ez megállíthatatlan a fejlődés az Isten szerelmére. Fadarálékok. Meg egyébként a legdurább az, amikor bejött ez a fenyőkéreg, én emlékszem, akkor középiskolás voltam, 90-es évek közepén, akkor még csak egy-két ilyen fenyőkérek kereskedő volt már nagyon sok van. Hát tulajdonképpen én is akkor úgy éltem meg, hogy Istenem, hát ez fantasztikus. Mm -hmm. Hát csak leterítem az ágyás és nincs jobb gond. Na most akkor, amikor ugye aztán valaki elkezdi ebből a fenyőkérekből kiszedegetni a, a, a lehulló egyéb zöld javakat, hogy akkor vezessük be ezt a fogalmat, akkor azért azt meg tudja, hogy mit jelent ez a fenyőgérget tisztán tartani, míg akkor, amikor mondjuk ilyen fadarálékot használunk, akkor fadarékkal együtt, ha mondjuk le akarjuk takarítani azt a területet, mert takarítási mániánk van, vagy éppen a virágot akarunk valók, akkor azt azzal együtt le tudjuk takarítani, mehet a komposztba. Tehát, hogy a, a kertnek a része. És mi lesz az erdőkből, hogyha minden fenyőhánycsat minden elviszünk onnan? Szerintem ez úgy, hogy egyébként a kitermelt ö, fenyőfáknak a háncsát adják el, így Annyira nem látom bele az iparágba, le, le, de tanítom, hogy nem mennek ki az erdőbe, és Na, szedik már, le. Most mert, sajnos mert, 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 mert mindent el ma már. Tehát az a baj, hogy ami, ami, a kertben van, azt kéne megtanítani, ami ott van, azt böcsöljük meg semmi, jó, már nem kell csinálni. Nem, most a, kony, a, másik a konyhai dolog, ami probléma szokott lenni, mi azt nem szereti, a, az FKF se szereti betakar, be szállítani, mert hogy ez sok nedves minden van benne. Nem, most erre vannak a komposztáló edények, hogy nagyon, nagyon kompak legyen, és akkor ott mindent be lehet rakni, még a, még a kertből is egy pár dolgot, hogy minél többféle kerüljön bele, és majd kicsit a technológiáról beszélünk, és csóátos komposzt lesz belőle. Hát ezt most már azért elég régóta megtapasztaltam. Humusz, azaz humus. Ne felejtsük el, hogy ez az, valójában ez humusz. Egyébként szerintem odáig, hogy gyűjtjük komposztot valahol hátul a kertben, ahol nem büdös, ideig sokan eljutnak, és utána valami történik, és elfelejtik, meg nem szedik ki onnan, meg több olyan történetet hallok, hogy igen, gyűjtöttük egy darabig, aztán kiroptuk egybe az egészet, mert nem tudtunk vele mit kezdeni. Ez, a utána, kommunikáció, a másik utána az, nem hogy... merik felhasználni, nem ezt rátehetem, a sokat, nem égeti, Sokat meg... kéne erről beszélni. Hát én a Google-ban, én nem tudom, hogy szívesen venném, ha vívnálak engem oda, hogy írjak cikkeket erről, mert népszerű formában nagyon jól tudok írni. Tehát én tudományos eladást nem szeretek tartani, mert tudom, hogy ennek értelme nyilván mi se, mi se, úgy beszélünk itt egymással, most mindenféle kémiai képeteket kell dobálkozunk, dobálkozunk, akkor biztos mindenkinek el fog menni az egész a kedve egy életre. Tehát nem egy olyan bonyolult dolog, ez csak igazából meg kell értetni. A másik az, hogy a hulladékarányos szemédi az egy érdekes kérdés lenne, amit nem tudom, hogy ez, már mindig kerülgetjük ezt nagyon régóta. Tehát aki szerves anyagot betesz, annak az fizessen, vagy aki ákot kirakja, az fizessen, meg, de jól fizessen. meg. De most a trend az, most a trend az, az például, hogy, hogy ő, melyik kerület ad több ingyen zsákot Na, a lakosoknak. Na igen, annak, mert megint a politika am, beleszólt. Am, 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 aminek van egy, ugye kiszolgáljuk ezeket a, a lakosokat. Igen, igen, ki kell szolgálni. Aminek igen. szerintem egyébként van egy ö, sokkal súlyosabb hozadéka, ö, Több lakos azt Képzeli most már, hogy ő szívességet tesz az önkormányzatnak, mert a lombot összegyűjti akár az utcáról akár <laughs> Na, a, a házból. Ezt szerintem <laughs> komolyan mondom, ezt, nem, nem az egy csillagokról olvastam lezzen, le, hanem lezzen. olvastam ilyen leveleket, ahol beírnek oh, az önkormányzatba, hogy, 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 hogy ha már megteszem azt a szívességet, hogy levegőt azok a kerületnek, mert a kertemben van egy fa, akkor adjanak majd több zsákot, meg nekem, Do, sar, sár, sarokházam sár, van, meg stb. 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 És hogy ő miért nem ad zsákot a, az önkormányzat? Most ugye történet azért viszonylag gazdagabb kerületekről beszélünk. Ö, 200 font egy ilyen zsák, vagy 250, nyilván ez sok pénz akkor, de hogy, de hogy, de hogy, maga a szemlélet az az, hogy, 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 ez, hogy ez nem az én de én gondol, fellatom, gondolj, bele, hanem globális de mibe kerül ez az egész játék. Hogy az, hogy én ezer tonnákat elvisznek például. Az ilyen 10 millió 15, egy, Igen, és hogy mennyi, mennyi, fölösleges terhelése a környezetnek. Hát a... Ö, a 16 a teljesen ingyenes az egész. ott például van egy kastély, a cigárai kastély, ott megszámoltam, száz darab zsákba volt kirakva a kastély parkjából. Hát ilyen óvodák iskolák elé. mondom, az embereket, mondom, ember, hát a, nem tudom, ki van itt gróf, vagy báró, vagy nem tudom, mondom, a szóljon már neki, hogy ne. tudják, tudják ők, hogy hát hülyeség, de hát azt mondta az uraság, hogy ki kell, össze kell gyűjteni. Azt mondta a önkormányzat, hogy ki kell rakni. Persze nem egészen ezt mondta, de hát az értelme ez is lehet az Nem cégek meg nagyobb üzemek előtt, mindenhol én is láttam, hogy tudatjába teszik ezeket a zsákokat. Jó, közterületi komposztálás. Több ilyen hasonló zöldfa azon már, bocsáss meg, hogy így mondom. Futottam Semmi vele van. össze, és mondta nekünk, Zúlói kertészeknek, hogy össze kéne ö, ezt ö, hangolni, és a közterületeken vannak zuglóban tudod, mint a vezérút, mm -hmm. tehát csomó uh -huh. éljen, ilyen, ilyen, ilyen széles zöld sávok, hogy oda tegyünk le komposzt ö, kereteket az elvas csodálatos, meg egy rajzol hmm. jól mutat. Ö, szerintem minden hulladékot oda hordanának, és nem lehetne. Tehát itt, meg megír az, aki ez el, nem, ez nem jó módszer, már hogy, Hogy ez, ez nem hogy működik, működik mert én egyszerűen nem érzem még el elég érettnek a polgártársainkat, hogy, hogy ha a levél van a levelet tegyen be a fűbe, füvet, a nem De többibe, én nem, nem hanem... károszhatom őket egyébként. Mi a új palotán csináltunk egy olyan rendszert, aztán nem lett semmi folytatása, hogy csináltunk egy komposztkarámot, ami azt jelenti, hogy körbe volt kerítve egy ilyen, tudom, 10 négyzetméter, és volt egy, 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 lépcsőház, kapott kulcsot, és mindenki oda volt a komposztálókba. De mindenki csak kulcsa tudott bejutni. Tehát nem, nem mindenkinek szóltak. Most ezt minden lépcsőház előtt meg lehetne csinálni, új palotának a, a hulladékát 50 vagy 30-40-50 százaléka lehetne csökkenteni. Csak ez kellene szándék. Ennyi. Én nem fogjuk folytatni. Hallójárat az egyik fülünkön be, és a másikon is. Kertek, mesék, szerelmek. Megyeri Szabolcs műsora. Beszélgető társam továbbra is Gellért Miklós, reklámfotósból lett uh, komposzt uh, nagykövet, és menjünk oda-vissza, hogy voltak, akik mindenféle szuper uh, Oktatóprogramok, és nem tudom, felvilágosult honlapok, és, és zöld gondolkodás nélkül valahogy a vérükben, a genetikájukban volt a komposztálás. Szerintem lehet, hogy mondtuk volna nekik ezt a szót a komposztálás, lehet, hogy nem is tudták volna, hogy mi ez. Ők a bolgárkertészek. Zuglóban nagyon sok bolgár kertész volt, még én magam is saját szememmel láttam, és ettem a paradicsomból, is minden, és nekem ez azért nagyon nagy kapaszkodói segítség a mindennapokban, mert nagyon sokszor beszélgetek zuglói lakosokkal, akik elmondják nekem, hogy hát fiatalember, jó-jó, hogy maga kertész, meg nagyon aranyos, meg minden, de hát higgyel nekünk, ebbe a földbe, nem terem meg semmi, amikor próbálnak hárítani, hogy nem tudom, miért nem rendezik az utcafrontot, vagy az előkeltet, és akkor mindig csak elmesélem, hogy ugyanezen a, ugyanezen az zuglói homokon, a tápanyagszegény szegény zuglói homokon, ami nagyon megfagy télen, nagyon fölforosodik nyáron, mezitlábas, bolgárkertész, parasztok, kőkorszaki módszerekkel. Tehát szerintem, hogyha a 90-es évek elején egy kertész lefotózzunk meg, hogy mit csinált meg, hogy talán mondjuk a műanyag slag kivételével ugyanilyen fotót készítettünk volna róluk ezer éve, nem tudom, pont mm -hmm. ezer éve itt voltak-e, de, de több száz évvel ezelőtt. A hát ez ez 19. század jó, végétől van. Akkor száz évvel ezelőtt, tehát mindenféle modern találmány igen, nélkül igen. ők voltak és ö, ilyen, ilyen óriási fej, nagy kápozták voltak, saláták. Én akkor oké, hogy gyerek voltam, de mégis ilyen égírő paradicsomok voltak, de biztos két méterig megnőtt a hmm. a, a karó mellett a paradicsom. Ö, ennek egyik feltétele nyilván az öntözés volt, amiről lehet sokat beszélni, mert Igen. hogy patakvízből öntöztek, aminek van tápanyag tartalma nem volt úgy, a bolgár még, kerék, ezt ők, ők hozták. Bol -bolgár be a kerék, szab... így van, és hát nyilvánvalóan ahhoz, hogy ezek a zöldség, és ezek ugye intenzív kultúra volt, hogy a zöldség, tehát ott, ott alig pár hónapod van rá, hogy valami nagyot alkossál, azt egyszer lehet elrontani. Valami tudtak akkor a tápanyag utánpótlásról. Lehet, hogy, hogy nem tudatosan, de tudták, és hát az eredmény az önmagáért beszél. Hát, nem volt alternatívája. Nekem, ugye, amit írtam egy cikket erről, ugye az utolsó bolgár kertész színmel, valaki írta, hogy hát nem az utolsó, de hát gyakorlatilag a végét járja már ez a, ez a, ez a, ez a kultúra. Ö, gyakorlatilag ők szerves rágyát használtak, mivel, hogy például akivel én beszéltem, ott a Árpád földön találtam egy embert, az volt nekem a feltűnő először is, hogy én mit mi a biciklivel közlekedem, hogy volt egy olyan, nagy, olyan kert, egy óriási nagy kert volt, és egy pici háza való hátul. Hát Előbb-utóbb mondom, hogy be kell mennem. Aztán bementem, és kiderült, hogy az illető 60 éve bolgárkertész. kertész. Gyakorlatilag ugyanezt a technikát És használj. ő még él? Én 85 éves, és minden áldott nap a kertben. Mondom, lehet, hogy azért én ilyen, ilyen, sokáig, mert hogy dolgozik, és valami, kint dolgozik a kertjében. Tehát ez egy nagyon érdekes történet. Úgyhogy nála például találtam meg ezt a kereteket, ami, egy, ami arról szól, hogy ez egy ilyen osztott, most sikerült szereznem, hogy két és félszer egy, egy 25-ös nagysága volt ennek, ez egy fa keret volt, és osztva, há, négy felé volt osztva, mint egy ablak, és a, ezekben a, ilyen, voltak ilyen kis, ö, ö, na, Hát, hogy milyen szoft lehetett találni, a mindegy lényeg az üveglapokat lehetett berakni, mm -hmm. ilyen kis, mint az, mint ahogy a tetőcserepet fedésben. És ezek gyakorlatilag befekték az, az egész feletet, és ők ezt használtak, csináltak hozzá egy keretet. És volt a csírasztatás, meg a És belőtt. ez volt a melegágy. És a melegágy miről szól? A szerves trágyáról szól. Ja, a komposztálásnál, aki foglalkozik, az meg tudja, hogy a komposztnak van egy olyan fázisa, a legelején, amikor a friss szerves anyag kerül bele, akkor beindul egy irdatlan nagy hőtermelés. Amikor a hőtermelő baktériumok kezdik el ezt lebontani, és akkor akár 60-70 fokra is fölmelegethet ez a komposztáló anyag. Régen ugye ezért voltak a kazaltüzek vidéken, mert, mert a, esett az eső, és a szénak szalmak azzal begyulladt, mert annyira beindult ez a folyamat. Na most ők ezt használták fölhőtermelésre, úgyhogy februárban már ők tudtak palántát nevelni a, ez alatt a üveg ö, keret alatt én annyit tudok a tápanyag visszaforgatásról, hogy a rákospatak partján, mentén kiszedték a vizet a patakból, most ez a kerékkel, vagy hogy azt nem tudom, de nem tudom, hogy nem volt áll, mert azokban a házakban Há nem, nem, láttam nem ez mechanikus dolog. Ez, még az ókori igen, egyiptomi, meg a elvezették, Ezek, ebbe ugye volt tápanyag, ez végig futott a paprika ágyáson, és egy óriási paprika. Szennyvíz még kevés volt benne, én igen. Nem volt benne szennyvíz, stb. 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 Ö, ez, ez, rendben is van, de hogy magával, amikor letermelték a zöldségeket, vagy ezeket a különböző kultúrnövényeket, ezeket elkomposztálták, erről van bármiféle forrásod, vagy azt tudom, hogy a, ez az, az ember nekem elmesélte, hogy a 60-as években szállítottak a Lehel piacra a polgárkertekből, és visszafelé elmentek a sörgyárba, gondolom kőbányára, ott pedig még lóval szállították a sört, a sörös kocsikat. És onnan hozták haza a szerves trágyát. Tehát szerves trágya, lótrágya, az rengeteg volt. Jó. Amikor és a vissza. Meg a paprika elfagyott ősszel akkor ezeket a növényeket, ezeket kidobták a terület szélére, vagy pedig elkomposztálták és visszaforgatták. El, lehet, együtt kezelték a szerves. szerves. Ezt, látod, ezt nem kérdeztem meg, de legközelebb meg fogom tőle kérdezni, emlékszik erre. Én gondolom, ezt ugyanúgy kezelték. Hát régen a szemétdomba kert, a falusi szemétdomba az azt jelentett, hogy minden szervesen, amit az állatok nem ettek meg, az oda került, abba volt rágya, minden egyéb. Hát nyilván mind, majdnem minden megettek az állatok, de olyan nem volt, hogy hulladék. Hát 50 évvel ezelőtt ez a szó nem is, nem is ismerték szinte, vagy olyan dolog volt, ami az volt a hulladék, ami a ez a szerves anyag. Tehát ennek mindennek megvolt a helye. Én azt gondolom, nem gondolom, hogy ezt most ők elégették volna, nem tudom, mit csináltak volna vele. Jó, hát bolgár mi már nem leszünk sajnos, meg olyan Jó, hát igen. boldog egyszerű életet nem fogunk élni, mint ők, meg a napsütés. Nem tudom, még lehet, hogy lesz. Még lehet. Ja, hát igen. Ki tudja, még az élelmiszerrel egyre több problémánk lesz, és már most is nagyon sok problémánk van, amit az elején már jeleztem, hogy, hogy olyan mértékben tápanyaghiányosak az élelmiszereink, hogy gyakorlatilag ezt, ezt, többek mondják, hogy, hogy van az ember. Tehát nem illetve, hogy annyi betegség van. Egy betegség jó része az egyszerűen a tápanyag hiányra vezethető vissza. Most történetesen én kertész vagyok, de azért még nekem is kihívás mondjuk növényvédelem nélkül mondjuk gyümölcsöket termeszteni. Tehát én mondjuk mit a én. Akkor mondok egy érdekes dolgot. Lusta vagyok, B nem akarom, meg kutya, meg gyerek, meg teknős, nem tudom micsoda, de én például úgy vagyok a gyümölcsfáimmal, hogy átábolja fel az, lerohad, meg nem tudom micsoda, nem érdekel, mert én meghoztam ezt a döntést, és azt tudja, hogy egészséges, meg nincsen vegyszerrel kezelve, stb. De, de nagyüzemi szinten azt Na, egyetemen nagy a mondják probléma. A, a, a szakemberek, hogy hogy növényvédelem nélkül lényegében lehetetlen ellátni. Egy hát nagy akkor... egész nagyüzemi gazdálkodás a probléma gyökere. Na, jó, oké, csak itt Magyarországon csak 10 millió ember kell jól lakatni de a világ hát, szinten ez pedig úgy egy Sajnos tesztően... vissza kell térni a vidéki élethez. Ma a falvak néptelenednek el, nem tudom mennyire ismered, ma 50 falu felmértek, hogy 50 faluban már csak 3-4 ember lakik, mindenki megy a városba, na most a városban sajnos annak, annak a városétnek az egyik mellékhatása pont az, hogy olyan módszerekkel termelik ennek a rengeteg embernek a, az élelmiszerét, ami egy katasztrófa. Jó, egy, egy, mai korban élő ember, aki attól ideges lesz, hogy két éves az okostelefonja és belassul, a szerinted vidéken ö, ki fog menni szőlőt metzeni februárban, nem tudom, mi lesz, mind, olyan, lesz olyan stádium, amikor az emberek hanyat homlok fognak menekülni. Ma is fiatalok között sokan mennek már vissza vidékre. Hát a városok az egy, ez egy fenntarthatatlan életforma, a város élet. Egyébként még egy dologot mondanék erről a betegségekről. Például nem csak az embernek van, meg az állatoknak immunrendszere, a növényeknek is van. Na most, ha a növények megkapják a szükséges összes tápanyagot, nem műtrágyából, hanem szerves akkor ki fog derülni egy csomó minden szembe ellenállóvá válnak. Ez sem biztos, hogy köztudott. Tehát ezt, ez azért, ez az elmondjuk mindig. A meg a hiánybetegségek, ezek nyilván abból fakadnak, hogy nem tartjuk. És ki hát olyan... tudja még mi mindent? Tehát igazából a természet egy nagyon érdekes. Néha az ember egészen új dolgokat tud olvasni. Ugye ez az allelopátiás hatás, hogy egymásra is hatnak a növények. Tehát rengeteg dologról még nem tudunk mindent. Tehát vannak nagyon furmányos módszerek a biogazdálkodásban is. Tehát, tehát a, a, maga, ha visszatérünk az ősi módszerekhez, a gyökerekhez, azaz a talajhoz, akkor kiderül, hogy a talajt, ha rendbe tesszük, kiderül, hogy csomó minden probléma meg fog szűnni. Vagy, vagy lecsökken nagyon, nagyon nagy mértékben. Itt ebben a kis műsoromban nagyon sok szakembere beszélgettek faápolásról, hogy a fakivágások, hogy a fatörzsének a védelme, hogy a városi fák. Rengeteg olyan kertészeti, tájépítészeti, akármilyen terület van, ahol nagyon a nulláról kell kezdeni az, hogy egyáltalán a közbeszédben erről szó legyen, meg az emberek elkezdenek ezzel foglalkozni, gondolkozni, és egyáltalán érdeklődjenek iránta, meg még tudják, hogy létezik ez. A komposztálásban azért, a, mondjuk az elmúlt 30 évben azért nagyon sok olyan szakembernek, meg, meg lelkes aktivistának, mint amilyen te is vagy, köszönhetően, azért ez most már egy köztudott dolog. Mondjuk, hogyha megnézzük, hogy az elmúlt 30 évben nagyon sokan értesültek erről, Belekeztek, belebuktak, újrakezdtek, azért, azért, azért vannak, ugye önkormányzatokban most külön ember foglalkozik a komposztládákkal, nem tudom, ez egy óresi hmm. eredmény. A következő 30 évben milyen irányba kellene a lakossági szemléletformálásnak fordulnia, hogyha ha egy szintet szeretnék lépni a kiskertek komposztálása terén? Szerintem itt sokkal komolyabban kéne venni a kommunikációt. Tehát azért én mondom, 25 évig, ebb, 25 évig, ebből éltem. Tehát nagyon jól tudom, hogy az embereket lehet jó irány, meg rossz irányba is befolyásolni. Ez tipikusan egy olyan dolog, ami egy jó irány. Sokkal többet kéne erről beszélni. Egyébként az egész komposztálási program pont az a lényege, hogy én az elején rögtön rájöttem, hogy ha én előadásokat akarok valortartani, a kutya nem fog eljönni. Viszont a programban mindig arról van szó, hogy kapnak egy komposztáló edényt. Ez a mézes madzag, ez a bónusz. Akkor mindenki eljön, és véghallgatja az eladást. A komposztálás meg környezetvédelem, a legtöbb ember erre ásít. De azt mondja, hogy neked van-e problémád az, hogy a zöld hulladékot hova tedd a kertedbe, arra száz emberből száz fölteszi a kezét. Mert hogy a szomszédul mondja... állandó éget? A fene ott tegye meg, ugye? És akkor meg elmagyarázik, hogy nem kell azt égetni, mert a természet úgy működik, hogy... És akkor kapunk a végén egy ajándékot, és akkor az emberek nagyon boldogak lesznek, hogy jaj, hát én mégis valami hasznos dolgot is hallottam. Nyilván ez értelmes előadásokat kell tartani, és nem tudományos értekezéseket, de ez nagyon jó bevált, és én ezt, 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 ezt 20 éve ezt, ezt csinálom, és ezt, ezt mondom. Hát mostanában éppen a környezetvédelem nem éppen a, a, a fejlődés terében lévő dolog, mert a minisztérium is megszűnt, és hát most akkor nem menjünk bele ezekbe a részletekbe, tehát én most eléggé kilódom ezzel az egésszel, de ha másért nem, azért, hogy a hulladékot jelentős mértékben csökkentsük, a valódi hulladékot, mert ugye a hulladéknak elég nagy ára hányadama már, az, az, komposztálható. Vagy a temető. Hát én a temetőben ott születtem a kerepesi temetővel szembe is, És egyszer bementem a kerepesi temetőbe, hogy mit csinálnak már a sok levél. Hát az levél, hát azt ők összetakarítják, és elviszik. Mondom, de az Isten áldja meg magukat. Hát mi nem lehet azt a temetőbe hagyni? Hát mert önket teszi a sírokat, ne vicceljem, már. De mondom, akkor csinálnak a hát végén egy karámot te meg, megcsináljuk szívesen. Ha most a kerepesű temető, ez a fiú temető, megy, igen. igen hát, ott igen. régebben, én még egy pár hónapot diákként dolgoztam is ott, ennek a temetőnek a legvégében volt egy komplet kertészet, Aha. ami aztán megszűnt, Aha. Ö, sajnos, tehát hogy ennyire komolyan volt az annak idején véve, mert egy akkora, hát az egy fantasztikus. De a Népligetben park. is láttam, hogy volt, -e volt a végén hátul vagy ez a szerves. Föl volt építve, ez persze, persze. Tehát, az, az, tehát ha más nem, akkor hordják a hátul azt igen. a sok levelet. Ha annyira bántja a, a szép érzéküket, már mondjuk a, a, temető hangulatához szerintem hozzátartozik, hogy összeleúlik a falevél, ugye a elmúlás. Tehát az, az, nem is értettem az egésznek a filozófiai hátterét, de mindegy. igen, csak ha nagy tömegben ott van, akkor. de akkor hordják hátra. Meg tavasszal elcsúsznak rajta a. Jó, tudom, elcsúsznak rajta, meg a is ott és akkor mitől lerágják az ember cipőjét, meg nem tudom, tudom, mindenféle vannak a ilyen nagy dolgok. egy dolgok történnek. Na most lényeg az, hogy, hogy óriási pénzek mennek el, hihetetlen erőforrások, nem, nem is tudom, milyen százmilliós nagyságrend, azt az összes temetőből el kell innen szállítani ezt a az sok fa, nyavajás falat. Hát azt hiszem, a fővárosban össze van gyűjtve ez a zöld hulladék, ez biztos, hogy egy százas nagyságrend. Ugye beszél a biztos. kemetőt nem tudom, de valami számot lehet, hogy hallottam. Az az összeadnánk, ez, ez nagy pénz. Horror, egy horror az egész. Igen, csak ugyanakkor, amikor az ember meglátja ezeket az autókat, amin ott vannak a zöld hulladék, ugye, tudod, ilyen csipegettővel teszik ja, ja, folyamatosan ja, a közteltekről, azért, hogy mindig elgondolkozok, hogy legalább akkor ez rendezetten van elvévek, mondjuk a főkátnak a telepére, vagy mondjuk a nem tudom hova, és akkor le van. Szerinted az vagy... mindig visszakerül oda is, ahova szükség Ezt Nem van. állítom, de. Mert mondom, az megint pénzbe kerül, amikor rend... vissza kell vinni, nem? Igen, csak legalább, rend... tehát hogy akkor akkora lépés lenne, és ez persze nagyon ideális, és most azért beszélgettünk, hogy ebbe az irányba menjünk csak, hogy, hogy olyan elképesztő mennyiségű munkát kéne beletenni. Tehát csak ehhez, hogyha erre rá akarunk venni embereket. Én úgy, azt ha... vállalnám, esküszöm okay, vállalnám. Csak, uh, e... Imádok dumálni, mint észrevette. Az önkormányzatokból kéne, minden ők azért külön egy komposzt felelős, kellene egy komposzt stratégia, hogy most már ilyen nagy szavakat használjunk, egy, egy budapesti komposzt stratégia, ahol meg kéne határozni, hogy akkor mi az, amit beviszünk a központi telepeire, mi az, ami otthon van, mi az, ami elfogadott. És igen, valóban erről sokkal-sokkal többet kéne beszélni. Öm... Ebben mélységesen egyetértek veled. És hogyha erre lenne lehetőség, akkor de hát én szívesen be... Meg valami szívesen. Államtitkára, szívesen. vagy valakivel. Hát, valaki... Figyelj, most próbálom föltérképezni az új rendszert, ami most kialakult az utóbbi években. Hát most egy-két embert már találtam, de nem, nem egyszerű az ügy. Most leszálltak egy országos komposzt ö, ö, népszerűsítő program. Hát várom, hogy majd talán szólnak nekem, hát ha értek hozzá, de lehet, hogy nálam nagyobb szakemberek is vannak, biztos. Hát reméljük. Beszéljünk egy picit az élelmiszerről, mert hogy ez, 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 ez látom, hogy nagyon ebbe az irányba mész. Hát ebbe is benne vagyok most a már. Kenyérről írtál ilyesmikről? Hát igen, ugye a kenyér, ugye azt tudod, hogy milyen a örökké friss digitális kenyér. Hát le ki kell, kell tölten az internetről, és ki kell 3D-ben nyomtatni. Most <laughs> ez, ez nagyon a... <laughs> humorosan hangzik, de a mai kenyerek minősége az körülbelül hasonló. Sokan nem is esznek ennyire. Meg az egész rutin érzékenység mögött is valami nagyon mély a talajokkal összefüggő, meg a fajtákkal, a, a gabonafajtákkal összefüggő. Nem emlékszem, hogy a, a pécsidőmények milyenek voltak diákkoromban, és hát most meg csak közelíti, az biztos. Na, de, hát én, igen csak, 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 hogy hogyha ez elmegy, milyen ilyen gurmé, nem tudom, milyen, nem akarok neveket mondani, milyen pékségekbe, ahol nyilván többe kerül, de hát annak úgy, úgy jó íze van. De tényleg, Há, én, én, ma, tart... én, ma, egy péket tudok, most nem fogom reklámozni, oda járok egyébként minden héten 15 km el, oda, 15 vissza a biciklivel, de azt mondom, hogy azt a kenyeret, azt, 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 nem lehet pótolni mással. Na most ők nagyon szigorú szabályok szerint. Készítik ráadásul mind a hármójuk diplomás ember. Tehát ma már egy, egy normális péknek diplomájának kell lenni szinte, azt kell mondanom. Az egyik az még ráadásul ökológus is. Tehát pontosan tudja, hogy a milyen gabonából lehet normális kenyeret sütni, milyen, milyen minőségből, és kovásszal sütnek. Jó, az hamar megérkeztünk külön. a szakoktatáshoz, hogy tudod, hogy nem hömpögő tömegek mennek mostanában a péknek? Hát tudom, mert én próbáltam beférkőzni valahogy, és nem sikerült. Tehát én már ilyen akként is ne, nem tudok közni. Nincs jelentkező, aki el akarna járni ilyen képzésre sem. De hát mondjuk az a képzés az a nagyüzemi képzés, mondjuk, de legalább lenne egy papírja valakinek. Na, ha a világot nem is tudjuk megváltani egy kis kertben, egy pár száz négyzetméteres kertben. Foglaljuk össze azokat a sorokpontokat, amiket már most valaki megtehet, akár olyan élelmiszer termeljen, és most nyilván nem tud kenyeret előállítani, de legalább a zöldség gyümölcsben, és hogy te ezt az egész szerves anyag egyenletet a te ideális elképzelésed szerint ezt, ezt te hogy tartanád bent egy átlag mondjuk budapesti vagy agglomerációban lévő kertben? Hát először is az agyunkat egy kicsit át kéne alakítanunk, ugye kertben be kell fejezni a rendrakást. Tehát ezt a részét, ezt felejtsük el. Legalábbis ősszel biztos, hogy ne, ne, csináljunk rendet. Már olyan értelemben, hogy ne takarítsuk ki a kertet. Tehát a, a, sem. A legtöbb kertészeti újság, meg minden, az, az, meg hát a barkácsáról, azok erre mennek, hogy, tavaszi nagy takarítás, még van is egy ilyen És hogy alapvetően, ugye főleg ez a, németországi angol kertek a, itteni példaképek, Élő van egy sok berendezés vagy. eszköz kell hozzá, mert nyilván nekik az a céljuk, hogy a szerencsétlen ember, mondjuk a fűnyírás a legjobb példa arra, hogy hogy régen nem volt fügyűtő, Mióta kitalálták, az az emberek azt gondolják, hogy összes fűszát össze kell gyűjteni. Jó, de ez más fűmagkeverékek is voltak. Tehát... Jó, de hát jó, jó, lehetne hagyni a füvet, azt úgy hogy ahogy, neki ott tetszik. Tehát előbb-utóbb olyan szele... fajok szelektálódnának ki, amelyek az bírják azokat a körülményeket. De az, hogy a talajból eltűnik a tápanyag a füveknek is, az azért van, mert mindent összegyűjtünk, amiből lehetne majd a tápanyag szegénynek. Hát szerintem egyébként a házi vagy a magánkertekben a, a műtrágya jelentős része most oké, okay, hogy ezek ilyen szabályozott tápanyagládású, mert nem tudom micsoda, de, 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 döntően a pázsitokra kerülnek ki. Tudom, igen. Elég, Elég gyönyörű, bazzöldnek kell lenni, de egyébként, hogyha valaki, valaki mondjuk a füvét nem gyűjteni nem gyűjteni össze, és nem vinné el, és akkor szétszórná, akkor egy pár nap alatt az, az ugye a fűnek az a tulajdonsága, hogy nagyon magas a nedvesség tartalma. Egyrészt ott maradna a nedvesség. Nem, más de egy befiltesedik a fű alatt. Nem? Hát, hogyha ilyen vastag rajtot hagyja, azt nem Igen. szereti. De hogyha jó szétszorod és rendszeresen vágja szegény ember, hogyha ő füvet tart, akkor az akkor ott törődni kell. Ugye nem hogy gyereke van, azt etetni kell. a, a egyik dolog. Én mindig azt szokták mondani, hogy ott nem akarok semmit, csak egyszerű füvet, hát mondom, ennél jó, baj, hát, hát meg... kicsit találta volna. Jó, hát egyébként meg, meg komposztálni kéne a végső esetben, de ha ott hagynak, hogy pár nap alatt az eltűnne, mert ugyanak a nedvesség tartalma gyorsan fog tűnni, és visszakapna azt a tápnyogot, amire szegény talajnak szüksége lenne. Ki kéne próbálni? Aki, akinek ezt mondtam utána, mondta, hogy a ja, asszony, mondom, hát a hála Istennek most már hát, itt mondja nekem, akkor már többet nem kell ezt, ezt összegyűjtenem, mert annyi gondom van vele. Hát most fel van hatalom az, mindenki próbálja ki, hogy ez hogy működik. Hát nyilván rendszeresen kell nyílni, mert vastagon van a rajta ez az a, az a levágott fő, akkor nyilván befüled az egész. Ha másik más, más, meg, hogyha mindenképpen komposztálni akarom, akkor meg haradjon ott a helyben, csak hüvet önmagában nem jó komposztálni, azt össze kell keverni például falevélel, mert a sok nedvességből otthadás lesz. Na ezért fontos az, hogy odafigyeljünk, hogy ne engedjük túl a komposztunkat, mert a, a, ugye be kell lőnünk, hogy levegő is jusson bele, meg nedvesség is. És hogyha ezt be tudjuk lőni úgy középre, akkor nem fog rothadni. Fűre, főleg igaz ez. És akkor utána lesz egy jó komposztunk, attól kezdve már, már megvan az alapanya, alapa az, hogy a bármit tudunk termelni, mert, mert ez a legfontosabb. És itt valahogy az embereknek tényleg a szívére kell hatni, mert tulajdonképpen azért, hogyha valakinek van egy, nem tudom, 3-400 négyzetméteres kertje, mondjuk itt azért, hogyha úgy vannak benne fák, fászárúak, akkor azért legkevesebb egy két-három köbméter szerves ö, értékes, nem hulladék, hanem mi a zöld javak letermelődik ősszel. Tehát azért azt bele kell varázsolni egy kompozba. Hát és akar, aztán a azt le leggev... kell. Igen. És aztán a jövőre egy másikat. Tehát azért mindenképpen, és ehhez a képest. A fel, jó, csak csak végig gondolja valaki, és azt mondja, hogy a feneinkkel ezt elvitetem tényleg zsákkal, és akkor nem tudom, 20 ezer forint, kb. annyiba kerül egy ilyen szuper minőségű műtrágya. Tehát nehéz, a ne, 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 nehéz, nehéz, még, a, nehéz még a pénzzel, pénzzel, érvelni, tehát valami teljesen más évrendszert kell fölépíteni, nem tudom, valami sokkal ábrákat kéne mutatni, mint a cigis dobozokon, hogy kérem szépen így zsigerelt ki a talajodat, meg így veszed ki belőle a tápanyagot. Tehát ami, a, a kertből hiányzik, az hiányzik az élelmiszerünkbe, és ugyanez van a mezőgazdaságban, tehát azért, azért, azért az élelmiszerek gyakorlatilag, hát én néha már nem is alkalmas emberi fogyasztásra, ugyanaz a probléma, hogy a talajokban nem kerül vissza a hasznos tápanyag. Ha mindig, ha mindig csak valamit kiveszünk valami rendszerből, az előbb-utóbb elfog fogy. Minden nap levágunk egy fát, előbb-utóbb az egész erdő elfog fog, el fogy, vagy kivágjuk azt a fát. Tehát ez ugyanaz a talajnás. Ha nincs tápanyag, nem utápotlás, előbb-utóbb igen. Igen, mert ugye a kert az, egy hihetetlen intenzív kultúra, mondjuk egy erdőhöz képest, ahol mondjuk vannak a fák, lehullanak, ott van, és tényleg onnan senki a nem viszi így a van, szó, pont sem. Túl <hállt> nagy munka lenne. Nem, szerintem mondom, szerintem ez a takarítás mánia, meg az, hogy így uralni a teret, hogy minden rendben legyen, mindenhol belássunk minden tiszta legyen tessem ez ezt, ezt kellene valójában átállítani. Így ide hozok nektek ide a jobb egy rég rádió becsomók Nagyon népszerű, elég jó tudok érni népszerű formában. Itt kirakjuk ide és megfelszólítjuk, akit érdekel a vigyen belőle. De más nem tudok, téleg a kommunikáció. az egész összes erről erről szóltak, minden élmenserű oldások. Na, na mi a tapasztalatod ezt akartam meg kérezni a végére, hogy uh, egy óvodást mennyire lehet lekötni a komposztálás 5 fázisával. Tet. Aha nem, de akkor itt jönnek a másik, nem módserek, más játékos mi a komposzátum mi az, ami nem táblához kell van. Hát amikor tavaly az omékon ott voltunk, azt mondták, hogy nem akarták elhinni, hogy ennyire élvezték a gyerekek. Mert olyan verseny volt, a gyereket nyilván nem leültetni kell, szegény egész nap úgy is ül, ül hanem valami Igen, olyan versenyt kell a futni folyamat lerajzolni, nem, nekik az nem kell. Nekik az a érdekes, hogy kapnak egy kártyát, azzal kirohannak oda valahová 20 méterre, és ott eldöntik, hogy ide kell rakni, vagy oda a másik, amelyik a leggyorsabb az a győztes, de csak akkor, ha minden jó helyre került. Ki van ezt találva? Ennyi az egész. Minden fantáziák kérdés. Amivel vagyok, ezért ugye ezt tudom használni, mert a reklám szakmában jól jött a kreativitás, itt is azért jól jön. Van olyan óvoda egyébként, ahol a gyerekeket engedik, hogy részt vegyenek benne? Mert ez is egy vannak, vannak már, kezdenek a tankertek újra, kezdenek egyes helyeken meg. A régen volt minden hogy egyre több óvoda csinál rájöttek. emelt ágyás, meg ilyesmi. Csak hogy tudod, így félték, hogy jaj, hát a gyereket, ha dolgoztatom, most a dolgoztatás alatt azt jelenti, ja, hogy a műanyag talicskájával eltol három darab levelet Persze. a komposztig, ebből kettőt elhagyjuk ja, közben, is. de hogy be, bele megy az, az, a fejébe, hogy én most akkor komposztáltam, most mindegy, hogy de meg, a... hogy éle, ott látja, hogy hogy működik a természet. Igen igen, csak sokszor ezt még azt tapasztalom, hogy nem engedik meg Jaj, hát mit szól a szülő, meg hát ja, azért van a gondok, de. Tudom, most... a digitális kultúra az a legfontosabb, csak az a baj, mert sem majd a, a biteket fogjuk megenni, mert már nem lesz más. Tehát jó lenne már kicsit kihozanodni ebbe a világba. Digitális intelligencia, meg ilyenekről beszélnek, az hajam, a ez áll. Édes Isten. De a természetet figyeljük már meg, hogy ott mi van. Jó, az hát... fontosabb lenne. Jó, hát, az, a, az a magasabb a... rendő. A digitális kultúra természet nélkül nem fog működni, az jó lenne ha belátnánk. Ha egyszer lekapcsolják a villant, vagy kihúzzák a zsinórt a falból, van. Akkor, akkor baj. Akkor, akkor megyünk kapálni a mondja. mi, de akkor ak 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 <laughs> <lett. laughs> Oké. Okay. Kellért Miklós, köszönöm szépen, hogy itt voltál. Én is örültem. Viszont hallásra.